Arra fogunk menni. Hol voltak itt valahogynál? Hát ott engednek csak. Az Isten nem enged. Ha lekaszáltam. Hát hiába kaszáltam. Melyik falukból jönnek, melyik falukból ide? Palágy meg Szálment. Csak. Na akkor más falukból gondolom, nem engednek át. Nem, igen, csak itt ezt a Palágy meg Szálmencet. Azt maguk jönnek majd? De nem bánom már, holnap jönnének, mert megkapálom a kártyát. Ja, hát nekem is az kény. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek ide. Jó napot kívánok. Dobrý deň. Dobrý chod a vašich pagraničních. Amíg a maguk határőre ide nem érnek, mindenki a helyén marad. Amíg a cseh határőrök ide nem jönnek, ne fényképezzenek. A szovjet egyenruhát viselő, oroszul beszélő ukrán határőrtiszt felháborodása jogosnak tűnik. Az operatőr a sűrű gazból a szántásra lépett, és az már egy másik ország, ahová útlevél, egyeseknek vízum, sőt befogadó nyilatkozat is kell. De vajon kik ezek a végtelen türelmű emberek, akik csak nem fél évszázada várnak már e semmilyen útra nem nyíló kapu megnyitására? Magyarok, mint a környező falvak lakói valamennyien, akik most Kárpátalján és Szlovákiában élnek. Ugyanis éppen egy több évszázados színmagyar falu közepén húzták meg a háború után a szovjet-csehszlovák határt. Nagy Szelmenc és Kis Szelmenc egyazon falu felvége és alvége. Mégis szöges drótakadály magasodik a közepén, és a falu keleti felében élő magyaroknak 6-szor kellett állampolgárságot cserélniük ebben az évszázadban, jó lehet ki sem mozdultak a falukból. Ha a hidegháború Európájának jelképe a berlini fal volt, úgy talán elmondhatjuk, hogy a Szelmenc községet ma is kettéosztó drótakadály a fal utáni Európa, pontosabban Kelet-Európa megosztottságát szimbolizálja. Most néhány órára megnyitják itt a határt, és az Ukrajnához tartozó Kárpátaljáról a Szlovákiában lévő magyar falvak területére léphet néhány száz magyar ember. Nem egy közülük fél évszázada nem látta szülei, testvérei sírját. Mikor mentem férhez, és hát itt volt, ők meg onnan a határnak a másik oldalán nézték, és ott a rokonság meg mindenki, hogy legalább lásson meg, hát akkor a mennyasszonyi ruhába oda kimentem, hogy legalább messziről lássanak meg, hogy nézek ki. Az édesanyja hogy látta meg az unokáját? Hát ugye vagy kimentünk arra, vagy csak ő neki úgy mondta sokszor szegény, hogy elég gyermekem, ha messziről látom, hogy teszed fel a biciklire őket, mert a falunak a másik végén volt az óvoda, hogy látom, hogy teszed fel őket a biciklire és viszed, hát már tudom, hogy nincs bajotok, egészségesek vagytok, és akkor hamar megyek haza és végzem a munkámat, de boldogan végzem, mert láttam, hogy mozogtok, mert ha itt lementem a kapun, ő már onnan látott minket. Mindenki gondolkozik azon, hogy milyen képtelen dolog, hogy igen, meghalt az édesapám, és ezt elmondom, valahogy, mint aki olyan érzése van, hogy menjek egy kicsit a határ fele, és akkor a bácsim azt mondja, hogy én vagyok, én mondom, igen, meghalt édesapád. És a telegram az nem jött meg csak este, késő este, de már én tudtam, hogy meghalt az édesapám, és én elmentem, és meghúzattam a harangot, és ebből még az a problémám támad, hogy beszélhettem, honnan tudtam én azt, hogy meghalt az édesapám, ha én még a telegramot csak este kaptam meg. És a férjem elment intézni, hogy átmehessünk a temetésre, de azt addig húzták, halasztották, akkora hó volt, hogy derékig ért, nem engedtek itt által 10 lépésre, hanem utána járni, és arra Mátyóc fele mentünk, de este 6-ra jutottunk oda, amikor már el volt temetve.